Szervusztok ismét! Most kihasználom azt, hogy működik, vagy van hangom. És volt egy olyan kérdés, hogy hogyan működik a tudatos teremtés és a vizualizáció. Sokan tanítanak manifestációs technikákat, viszont csak kevés ember ér el velük átütő sikereket. Miért van az, hogy vannak, akiknek működik a tudatos teremtés, elérik a céljaikat, még mások bármit is csinálnak, bármilyen keményen dolgoznak, egy helyben topognak. Oké. Ezt tudni kell, hogy most két világ között meg vagyunk valamilyen szinten rekedve. Ahogy mondtam, ez a régi Matrix rendszer, ez a, amiben mi fölnőttünk, azért véget esik össze. És jön egy új világ, ami már itt van, de még kialakulóban van, és nem 100%-ig evidens vagy látható. Hozunk magunkkal a múltból, a régi rendszerből egy csomó olyan hiedelmet, egy csomó olyan programozást, ami az új világban nem működik. Viszont mondok egy-két ötletet, ami segít fölülkerekedni ezeken a megrekedt szituációkon, mert ott minél feljebb megyünk, annál inkább látjuk a megoldást. És akkor adok egy-két ötletet, hogy miről van szó. Mondjuk, beszéljünk a régi rendszerről, mert az egy jó kontrasztot tud adni, azt ismerjük. Mondjuk azt, hogy az ember szeretne pénzt bevonzani. Persze a pénznek megvan a maga energiája, tehát az egy nagyon egy kifinomult, nőies energia. Viszont amikor az embernek nincs pénze, és meditál, akkor a pénztelenség helyéről próbál pénzt keresni. Ennek vannak nagyon komoly technikai magyarázatai, hogy lehet kérni, tehát az integrálni kell az árnyoldalainkat, a szegénység elutasítását, a gazdagság elutasítását, a pénz elutasítását. Tehát tele vagyunk olyan több száz, meg több ezer ilyen elutasításoktól, ami szeparáció, hogy mikor mi próbálunk ezért meditálni a pénzért, ez a leggyakoribb úgy, mint mondom, ti is tudjátok, csak akkor próbálunk egy ilyen dühös, elutasító helyről bevonzani valami szépet. Tehát, hogy először akkor kell a gyógyulás. Ezt integrálni, hogy egy semleges helyről, amikor rágondolsz valamire, és a köszönő érzés, ezt a belső jó érzést összekapcsolod azzal, amit te vizualizálsz, akkor az bejön. A régi jó indulatú civilizációkban, Lemuria például, meg nagyon sok világ, vagy a világegyetem többi részén, ott azonnali manifestációban. Ez az ötödik dimenzió, ez így lesz, és az ötödik dimenzió is a fölött, hogy rágondolsz, bum, ott van előtte. Ez már gondolom egy páratoknak működik is, tehát ha valami gondoltok, ha, megcsorol a telefon. Hát most gondoltam elő, tudod, a Robi, szevasz Robi. Ez is az instant, az azonnali manifestáció. Nehogy Isten valaki például egy párkapcsolatra vágyik. Olyan jó lenne már találni egy normális nőt. De miből manifestálunk? Azzal a gondolattal, hogy mi azt hiszük, hogy a nők nem normálisak. Kérdezd meg bármelyik férfit, amíg ezt ki nem iktatják maguknak, addig nem normális nőket fognak csak látni. A hiedelem. Nagyon sok hiedelem van bennünk. Mit hiszünk a nőkről? Csak az ember elkezdi magával ezt lebontani. Hát, hogy tudod, hogy ez meg az, akkor jön tudod, a könyv, a vanília, ezek hát kedvesek, édesek, bájosak, gömbölytedek, de és utána meg jön, mikor már kicsit átmegyünk ezen a felszínességen, hát a hülye picsa, tudod, akkor ezek az ilyen elutasításaink, meg a mi hiedelemrendszerünk a másik. És akkor mit gondolsz a férfiakról? Hát, tudod, és akkor jön a többi. Ezeken át kell dolgozni magunkat, különben ebből a sérült és bíráskodó helyről fogunk
csak kérést kiadni, és minden olyan pozíció, olyan érzelmi pozíció, amiből mi kérést adunk ki, az összes részével lesz visszatükrözve felénk. Csak tudod, ahogy mondtam, rengeteg részlete van, és ezt a sok részletet mi nem látjuk. Tehát mi mondjuk, hogy teremtő vagy pénzt. És jó, hát tele vagy viszont izével. Elutasítod a női pólust, elutasítod a pénzet, a pénzt, elutasítod a gazdagot, elutasítod a szegényt, tehát akkor mit akarsz? Tudod, és ezért kell meggyógyulni ezt a sok évezred alatt felgyűrömlett valamit. Ha ezeken szeretnék felülkerekedni, és ez működött a régi rendszerben is, de ez fog igazán működni az új rendszerben, negyedik dimenziósa fölött. Tegyél magadnak fel egy kérdést. Hogyan tudok szolgálni? Hogyan szolgálhatok? Hogyan segíthetek? Ennek vannak tudatalatti részei is, de ha ezt te tudatosan így elkezded magadban elemezni, akkor rájössz egy pár dologra. Kiszállsz magadból a fejünkből, kiszállunk a fejünkből, tudod, mert ez egy ilyen kis káosz. Jaj, mi lesz? Tudod, mi van, tudod, a kis életünk. Csak azt mondod, hogy oké, hogyan tudok segíteni, akkor két dolog történik. Az egyik az, hogy elkezdjük látni a külvilágot, és látjuk a benne lévő struktúrákat. Ott vannak jó dolgok, vannak problematikus dolgok, vannak semleges dolgok. És akkor a másik része ennek az, hogy belül mi van. Bennünk mi van? Mivel tudok én segíteni? Erre volt az a hipnózis, amit készítettem, hogy ez nem csak a szeretettel kapcsol be össze minket, hanem beindít egy olyan folyamatot, hogy mert bevállalni önmagad, mert bevállalni a te isteni ajándékodat, és mert kilépni ebből a leszűkült, félős világból. Tudod? Erről szólt a Matrix. Á, nem, ki nem akarok szólni, mert mi lesz, ha megharagszik a főnöknek, nem fogom megmondani a véleményem, inkább csak tudod. Csinálom a magam kis izéjét, aztán majd jön a fizú. De most már ez nem megy. Ez mind olyan érzelmi, meg ilyen tudatalatti struktúrával volt ki, vagy töltve, hogy azok nem működnek. Az nem fér bele egy magasabb dimenzióba. Nem fér bele egy magasabb dimenziós gondolkodásmódba. Miben tudsz segíteni, hogyan tudok segíteni, és hogyan szolgálhatok? Ha ezt a három kérdést úgy tényleg úgy bemered vállalni, és úgy elgondolkozol rajta mélyebben, mi az, amiben én tudok segíteni? Mi az, amiben én jó vagyok, és mire van szükség? És ha megnézitek az elkövetkezendő világ, ami már egy félig itt van, az már nem arról szól, mint a régi világ, hogy ki vagy te, menj a picsába, tudod, arra, engem is elküldtek a francba, ezerszer mondanak, figyelj, csúcsú, talán én vagyok a világon az ötből, aki ezt tudja és tud segíteni, de nem erről szólt a régi világ. Ahogy mondtam, a krisztusi vérvonalat, meg az igazi isteni tudást, ezt megtagadták és próbálták támadni az igazmondókat. És én is egy pár héttel ezelőtt elértem egy úgynevezett platóra. Sokan mélypontnak hívják, de az egy plató. Egy ilyen fennsík, azt mondja, oké, innen hova tovább? És akkor mindig van egy magasabb hely, mindig van egy magasabb hegy, mindig van egy következő lépés. Csak én is megkérdezem, hogy hogyan szolgálhatok? Hogyan tudok segíteni? És akkor egyszer csak írtam Mikinek, akivel már ismerjük egymást régeség óta, 10 éve. És mondom, figyelj, Miki, nem tudom, van egy ilyen sugallatom, egy ilyen isteni sugallatom, mint ahogy mondtam a bevezető, bemutató videómban, hogy most ez jött. És azt tudni kell ahhoz, hogy amikor én eljutottam a krisztusi tudatossághoz egy pár évvel ezelőtt, és utána a mentorjai mondták, hogy hát akkor e fölött a következő a szolár, krisztusi tudatosság, az mi arról szól, hogy nem csak, hogy üres az elme, hanem feladjuk, odaadjuk, átengedjük magunkat, és elengedjük a szabad akaratnak, a szabad akarattal szembeni ellenállást.
Mert a szabad akaratot mi úgy fordítottuk, hogy azt csinálok, amit akarok. És ez az ego kihasználta, mert tudod, hogy mondtam az epilepsziás videóban, hogy az cirkuszol, az ego az az ördög. Hisztizik, cirkuszol, beszól, okos, az evolúció ellen van, a törzsfejlődés ellen van, az életcélunk ellen van, és tele van olyan bújtatott hiedelmekkel, amit mi nem is látunk, nem is tudunk, és mikor elérünk arra a pontra, akkor jön megint ez a megakadás. Tehát, ahogy magamról beszélünk egy fél pillanatig, hogy ez a szolár, Krisztusi tudatosság, ez arról, hogy nincs szabad akarat. Tehát az Isten akarata van, és azt be lehet vállalni, anélkül, hogy majd holnap, tudod, az ego trükkös, ez mind az ego, majd holnap, még nem, tudod, fáj a hajam, STB, akkor az nem szabad akarat, az nem az isteni akarat. És én bevállaltam, talán egy éve, nem is tudom, egy éve talán. Kellett kalibrálnom, mert tudod, azért lendületben vannak a régi habitusok, és mondom, tudod, most inkább akkor megiszom egy pohár bort, aztán mondta, hogy ne most ne, hanem csinálj meg a videót, és utána. És akkor tudod, mikor az emberre tud hallgatni, akkor jó helyen jársz. Jó? Tehát ez a lényeg, hogy én is ezt mondtam, hogy hogyan segíthetek. Itt vagyok ezzel a félelmetesen, tehát ilyen ritka tudással, és akár tetszik, akár nem, Amerikában erre eddig nem volt kereslet. Félnek tőle. Lehet, hogy azért, mert messze vannak a krisztusi vérvonaltól. Nem tudom. Nem is érdekel. Egy ideig érdekel. Most már nem érdekel. Itt vagytok, hála Istennek ti. Kedves magyarok, tudod, valószínűleg mi a krisztusi vérvonalak vagyunk, mivel ennyi sanyargatást, meg ennyi szart valaki, elkezdtek hozzám beszélni. Oké, várj pillanat. Azt mondják, hogy szeretném nagyon megköszönni a támogatásotokat, mert ez egy fantasztikus jó kapcsolat, még akkor is, ha virtuális, és hogy így magasabb szintről jön az üzenet, hogy tudjátok azt, hogy jó világ jön, csak erősnek kell lenni. Ez volt az üzenet, és el is múlt. Hogy legyetek erősek, bízzatok magatokba, bízni kell a másikba, aminek persze megvan a maga lépésről lépési funkciója, mert ott nem tudunk kijönni egy bizalmatlan világból egy bizalomban, mivel akkor összetörték a szívünket. De miért érdekes, hogy beszóltak. Ez is a szabad akarat. Így már nem a félre értelmezése meg az eltolása, hanem abban a pillanatban, amikor azt mondja, hogy fölkelsz, csinálod. Értettem. Jó? Tehát hogyan szolgálhatok, hogyan segíthetek, és akkor ebbe, vagy emögött ott van a felfedezetlen belső, tudod, a tehetség, az isteni adottság, és akkor ennek a kettőt, ahogy összekapcsolod, ebből jön majd az igazi jó világ, a jó megoldás. Jó? Köszönöm szépen, szervusztok!